Mert hogy vannak ilyenek, hogy az igazi férfi kemény és sosem sír. Van egy én ilyen sztereotípia. Én sírni magam például egy filmen, ja, ahol mondjuk... Bár, persze, én. Szóval én bár. Sőt, az ülőjúti stadion avaton a csukis gyerekre volt, én zokogtam. Én zokogtam. Bármikor. Sporteseményen is tudok zokogni. Én tudok sírni. Nem sokszor sírtam életemben. Aha. De mikor sírtatok utoljára, vagy én? Utoljára? Aha. Nem tudom. Én az ilyen nagy ilyen sírásra emlékszem, amikor először világbajnok lettem, akkor azt tudom, hogy tényleg, mint az állat. Jó. Így mondom, hogy álltam a hangárba. Én egy Facebook hangárba, videó tegnap. Megölett az edzőm, és így Patakok, zokogtam, remektem. Hány éves voltál akkor? 22. Szóval akkor így, de akkor kijött belőlem a stressz, meg a minden. De egyébként nyilván, igen. Csuci? Nekem egy pár héttel ezelőtt beteg volt a Medi, és nem volt még előtte soha, és ilyen fél óránként felébredt este, és sírt, és legalább egy ilyen hosszú-hosszú percnek el kellett telni, amíg egyébként simogattad, és vissza tudott aludni. És ugye álltam, vagy így hajoltam a kiságya fölött, és olyan tehetetlenséget éreztem, hogy sír a gyerekem, és nem tudok neki segíteni, hogy elerett a könnyem, mert annyira sajnáltam, és annyira magatehetetlen voltam, és én alapvetően... De ez tök jó, hogy így bevalljátok, hogy bevállaljátok. Igen. Van olyan sztereotípia, brit kutatok, hogy az igazi férfi, vagy hát a férfiakat csak a szex érdekli. A férfiakat csak a szex? Igen. Ne, ismerek olyan embert, aki például a bokaláncér van oda. Én ismerek olyan, aki a bokaláncér van oda. Igen. Kagylós? Kagylós? Nem tudom, vegyem le? Nem vagyok Gabira kapcsolatban. Majd én leveszem. Bocsánat, elvittem. Azt mi volt a kérdés? Semmi még egyszer, ne haragudj. Hogy a férfiakat csak a szex érdekli. Ezt így szokták mondani, jó? Úgyis csak azután. Á, de ez szerintem nem.